Szóval megtámadott Kínát, és köszönjük, hogy elindított a játékot, még mielőtt elindítottam volna a felvételt. No problem. Te péniszarcú. Na lássuk. Az emberednek azt hiszem nincs álla. Diplomatám meg. Vagy van álla? Van álla, oké. Okay. Álmai vannak. Oké. Okay. Államai vannak? No! Úgy látom, a kínai és Oldor Spammel válaszolnak a lázadókra, vagy nem tudom, mert itt ellentétes irányból sétálnak egymásra ezredek. Hiszen minek könnyű dolga lesz a déli határon. No, és régensük van, és Changbo Wu az örököcsük még csak 13 éves, és Vic Claim-e van. Mi az? Stabilásuk 3-as természetesen. Na, promiszoltam nekik területet, és így már csatlakoznak. Nice. Téged meg akkor nem hív be, ne aggódj. Good! Trunkekin. És már csak 7 év, hogy Baks... Davar Baks Szonhat felnőjön. És ugyan a padisak. Legalább 3 évig, amíg meg nem hal. Nem szétbomlik most Kína? Valószínűleg nem, mert a stabilitásuk az ugye fenn fog maradni, mert elmi. Ó, tudok szövetkezni a mamelukokkal, de ők egyre csak növelem a kapcsolatokat. Mert szerintem a dúlkadírják nem szeretik őket. Pontosabban kölcsönösen nem szeretik egymást dúlkadírral. De mivel az emmi okos, egyébként valószínűleg küldenék a csapatokat, hogyha megtámadná az indiai koalíció, tehát olyan szempontból jók lennének. Sőt, talán még be is tudnám őket ránk... Nem, mert distance. Hogy micsoda? Azon gondolkozom, hogy a mamelukokkal lepaktáljak-e. Mert ugye hasznos lenne, hogyha hoznák a 30 akárhány ezer egyiptomi emberüket az indiai koalíció ellen, ami itt összeállt. Itt az indiai nemzeti kongresszus jött létre lényegében ellenem. Szóval örülhetnek, mert megdobtam az államfejlődésüket legalább 300 évvel. Jó, hadd nézek egy-két adatot. Mennyien vannak a mingek, meg milyenek. Nézz egy-két adatot. Valami itt egy tartalmány baroda, amire 51 ezeren vannak, ja? Vagy 25 mercenary és 51 ezeren van. Előbb még azt mondtad, 20 ezeren vannak. Annyian voltak. Ja, mondjuk igaz. Jó, az necces, ha ide vonul 50 ezer ember, akkor szarba leszek. Bár vannak váraim, visszavonulok mögéjük. Meg köszönöm, is támad délről, meg ott van az a 28k lázadó ott, izébe, Fuzsóba. Meg még Isten 28 ezer lázad, azt te hogy látod? Hát onnan, hogy ez előbb egyrészt láttam őket, másrészt láttam, hogy Fuzsót ossam, hogy 15.000 gyalogos, 7.000 lovas és 5.000 ágyú. Emellett még egy tartalmány megszálltak valahol ugyanazok a szeparatisták, de hát két seregük van. Valahol várjál, közben tudok kolonizálni tovább. Tegyel tudnak kolonizálni. Nem tudom hova. Amerika. Oda kéne, ahol nem kibaszott szuniták vannak mindenhol. Kolonizált Cagaján, ott a Fülöp-szigetek északi részén. Ott kérdője, ott animisták vagy vannak. Vagy Kelangot, Tajvannal. Ja, mondjuk azt. Micsodát? Mit mondtál a Fülöp-szigeteknél? Hát ott az északi részén azt a cagajantaint még nem kolonizáltál, mert ott békések az őslakosok. És jól sérte át fogsz találni egy fűszert. Hol van Cagaján? A Fülöp-szigetek északi részén. Egy darab tartalmányban, ja, hogy megvan. Nem kolonizáltál. Ja, látom. Ja, ez jó. Irány oda. Legyártottam egy state-et. Az baj, nem látom a seregét, hol mászkál. Jaje, a... Jaje? Jaje? Hajómat jaje. Haza kéne küldeni. Hát gyors volt, bevettük Shenyangba. Nice. Akkor tovább, előre. Előre Pekingig. Jaj. Közben köszönöm végső mindenféle zavar nélkül ostromra egy tartományt. A mingek visszafoglalták Fuzsót a szeparatistáktól, tehát lehetséges, hogy hamarosan támadni fognak. Seregét nem látod, hogy egybe van-e? Nem. De már fölvettem még hadd zsoldos ezeret. Ő 19 ezer ember van délen lenn a Hüsenvik mellett. 20 ver. Mi? Land Technology Research Useless. Mi a fasz? Nice. Mi ez az esemény? EU4. Amúgy, figyelj csak, 10 preszt is vesztesz. Egyébként nincsenek ágyúi egy 20 ezeres seregben, tehát valószínűleg csak zsoldos gyalogságot próbál spammelni éppen. Megnézem a flottáját, mert ez az ostromhoz kellene. Flottája nagy, de sok benne a transport.
Ennek a mingek itt van. 54 hajó, de ebben 11 gálya csak. 11 gálya és 8, 8 heavy ship. Ja, és 8 heavy, ó. Beltengeren szerintem mondjuk elbírsz voltak, amíg a korai jövőből nem mozdulsz ki. Meg figyelj, hogyha meglátod, hogy jönnek a heavy shipjei, akkor menekülsz. Egy ott van benn mondjuk Pekingben. Csak nem fogom látni. Hát miért? Most mindenkivel oda menjek, a, még a transportjaim is oda menjek. Azokkal ne, mert azokkal fölösleges. Tehát azok nem járnak annyit harcban, hogy megérjük őket bedobni. Akkor kimegyek az enyémmel oda, blokkád alá leszem. Oda meg kéne küldenünk még embert. Peking mennyi embert tud eltartani? Elég sokat. Ja, ott síkterep van, azt hiszem. Akkor oda csicsülünk. Talán, vagy minek minősül. Ja, farmlands. A lovasaiddal nem akarod megszállni ott Gaijút, vagy milyen fenét? A félszigetet? Azt hittem elindultak oda, fuck. Nope. Azért álltak ott. Amúgy arra azért figyelj, hogy az ostrom az ugye mindig okoz attrition-t, mert ostrom. És százalékosan megy az is. Ja, tudom. Tehát ne ostrom, hogy több emberrel, mint muszáj. Ahogy én szoktam. Na. Istész demand control of province nobility. Adja nobility-nek egy provinciát. Ja, megkaptak valami post. Nice. Itt van az a Yessel Town, megkapjátok. Ő összecsoptak a izék, koreaiak. Vagy ne, a mingek valakivel. Ja, megtámadták a Hüsszenvét. Az a szövetségesen van. A Hüsszenvinnen nincs tábornok, a mingeknek négyes sokja van természetesen, mert az egy csillagját mind oda kapta. Ahogy elnézem, 90% csak a izé. Komoly azok alapján. Akkor vigyél pár transportot. Ha nem, nincs manpower-je, akkor lehet, hogy kap egy izé peasant ward. És akkor lemegy 3-ra a stabilitás. Támadnak a mindek. Ajaj, összecsapok a hajóival. Hát 10 hajót hoz. Menekülj szerintem ki azért a transportjaiddal. Ja, azt nem ártana. Kár, hogy most egyesítettem őket. Nincs ilyen, hogy elkülöníteni a transz. Egy nap múlva bejárnak, szóval mindegy. Hagyjuk. Ez a gálya lebeg. Ez a bolygó hollandi! Jósúban is tudok territóriát csinálni. Territórikat csinálok meg, akkor ezt kiadom rögtön a... Ja. Kiadom rögtön ezt a merchantoknak. Uh-huh. Örüljetek, örvendezzetek. Közben egyébként Nagyország és Litvánia úgy látom, hatba kerültek a dánokkal, akiket védenek a svédek ellen, norvégok és Milánó és Kandár. Ez érdekes. Dánia szövetség és Kandár lesz, hogy csinálták? Hű, eléggé meghal. Jaj, ne, ugye nem... De, aj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 
Ja, akkor lépj! 22-én tudsz még 3 nap, akkor vissza a kikötőbe. Egy nap azért, hogy beír a flottája, majd megállítom én 23-án. Hogyan lehet menekülni, és most rányomok a izére a... Jobb egére rákadni, mint az egyik kikötődre, csak még nem tudsz. Ja, akkor indítsd. Te állítottad meg. Nyertél, GG. You lost. Ez viszont... Ja, elmenekültél, oké. Okay. Akkor ennyi. Mindegy, kiostromoljuk így is. Úgy sem, Bekinek mekkora a helyőrsége? Ez csak egy... Okay. Azért, mert központ ja, és kettes szintű zével. De azt hittem, hogy azt hittem akkor már ekkora helyőrség, hogyha bástyát épít rá, vagy Star... nem Starfortot, csak bástyát. Na mindegy. Meg lehet a developmenttől is függ a helyőrség, ugye? Azt nem hinném. Szerintem igen. Szerintem nem. Szerintem igen. Szerintem nem. De még olyan? Szerintem nem. Nem tudok kérni áthaladást izétől? Ki ez? Csagatártól? Biztos adna. Szerintem de. De akkor a mingek is átmennek rajtuk. Igen? Mi? EU4. Ez hülyeség. EU4. Tudod, ez a conditional military access, hogyha átengedi valaki az ellenséged, akkor te is átmehetsz rajta. Az, hogy itt van a flottája viszont, akkor nem fog össze-vissza partra szállgatni random helyeken. Yep. És látom a serege ott van délen, legalábbis a nagyja. A fele körülbelül, nem a nagyja, mert mennyi ember van, 50 ezer? A lényeg az, hogyha maradékkal megtámad, akkor megverem. A maradék 40 ezerrel?
Nincs maradék 40 ezre. Vagy mennyi zsoldosa van ennek már? 31 zsoldos ezred és összesen 48 ezer fős hadserege. Ó, nem van a teljes hadserege, most jelent meg 36 ezer ember a Kisenvi határon. Akkor mindenki lám van. Őket úgyse baj, hogyha megverik. Hát de, mert az én szövetségeseim ott vannak Kok hátában. Ja, a szövetségesed? Ezt nem is tudtam. Talán már nem figyelsz rá, hogy mit beszélek. Érdekes, hogy én nem tudom breach-elni a volt, miközben ott van a... világ összes ágyú. Most vettem föl még kettőt, hogy hogy a Max Siege ability-t kapjam. És hát nem Siege ability-t, de értem. Gyorsítottunk közbe? Ja. Mi? Your units have suffered casualties. Ja, biztos az ostrom. Ja, morzsódnak az embereid. Meg tél is van. Az éjszaki féltekén van tél, ugye. A délén nincs már rizet. Oda rakom a generálomat. Ja, nem tudom így. Várj, akkor beteszem valamelyik ágyúhoz. Ja, nem tudom, mert épp vonulnak. Ja, itt van a Kim Jong Trunk Yi is. Csak kár, hogy ez szartábornak. Ja, igen, neki két pipja van, ugye, valami ilyesmi, ugye? Ja. De figyelj, azt legalább nem manőverbe kapta. Hogy állnak délen? Szólj, hogyha elindulnak felém. Lehetséges, hogy elindultak. Délen van még 9, 17, 22 ezer emberük, 14 ezer emberük eltűnt délről. Az nem gáz. De úgysem már nekem jönni. Na jó, de valahol még van kb. 11-2 ezer embere pluszba, tehát az, mondjuk, hogy 25 ezer embere van valahol máshol. Jó, visszatér 17 ezer ember, de erre egy kettest. Egy kétcsillagos tábornoka van, 4-3-1. Ajaj. Ez a császár legalább? Na most nem. Már 5-ös a Sieging Artillery bónuszom. Nice. Most már el fog esni ez mindenképp. Úristen, 7%-ról 28-ra ugrott. Egyébként... ennek komplex, akkor már végig tudok vonulni a partvidéken. A császár úrnak egyébként weak claim-je volt, tehát elmények, hogy az Emmy nem cheatelte szar rá magát, akkor most nagyon alacsony legitimitásuk és valószínűleg szét fogják őket lázadni. Hallott, 3-as stabilitása volt, amikor legutóbb néztem. Most a stabilitása 3-as, de a legitimációja alacsony. Nekem is 29-es, nem jelent semmit. 0,81 unrested ad csak. Az bőven az elég, hogyha kimerített hozzá... az bőven elég hozzá, hogyha kimerített a háborúba és megszalad a fucking fővárosát, nem? Ja, az mondjuk ad neki mindenféle text modifier minuszt, meg unrested is talán. Mhm. Megradásul a vongászik őket Ázsiába hegyekbe. Úcsi szeparatisták. Szóval van, lehetetlen őket árstrítelni. Itt vannak hegyek. Hogy nekik autonómia? Az a baj, ha mindenki... nem hiszem, hogy megnyugodnának tőle. Vagy igen? Hát, 10-zel fölmegy, nem, két év múlva lemegy a maradék. 10-zel fölmegy, két év múlva lemegy a maradék 10, amit a modifierből kapnak, addig meg lehastríteled őket. Nem akarok ennyit hastríteni, nincs is rá pontom. Felőlem aztán csinálják, amit akarnak, ha sem pontosabb dolgok. Az van itt a flottája ennek a fasznak. De igazából békét kötök vele kevesebbel is. Kevesebb területért. Ezt, amit most elfoglaltam, ezt akarom levenni róla. Meg Pekinget, of course. Of course, mi mást? Az otomókat viszont azokat lehárstrítelem, meg nekik adok izért. Autonómiát, ad örüljenek. Egy csikuzemben van. Ja, ott nem tudom feljebb nyomni az autonómiát, mert a merchantnek jött. És 75 fölött nem lehet. Mhm. Seregük hogy áll, mit csinál? Mindjárt. A seregük úgy, ahogy van, délen van. Szegény hiszen viccelják meg össze-vissza, ott van 36, 40, 31 ezer emberük. Meg 3000 menekül, valahogy megfutamítottak úgy, hogy egy kisebb seregét a hiszen vik. Szerintem követni egy pár tartományt és próbálj egy gyors békére menni. Hát az a célom. Kibaszott lázadók már megint. Oké, okay, bevettük Pekinget. Fel mennyire ment fel a War Exhaustion-jük? Hát 0,6-ot.
Nice. Menjek még várakat ostromolni, vagy mi? Hát még csak 5 warscore-od van, szóval nem lesz hajlandó békét kötni. Mi? Attacker controls and... Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, menj ostrom magadni tovább. Mert a Hösenvi csatákból kapta 9 warscore-t, ezért vagy én alacsonyam. Vedd be Datongot még. Ja. Na megyek. Datong. A. Mi az? Tonga. Meg ott köszönjük, trunkáló! Meg ott Lajzsúig el tudsz menni, mert ott nincs erőd, és meg tudsz szállni mindent. Japán, te a kulcsra, fölmentett te a ára. Oh yeah, az neked jó? Az jó, mert néha termek. Azt hiszem, a Fülöp-szigeteken termelsz valahol teát. Ez cukor. A lovasságommal végigfoglalgatom a területet. Ja, itt termelsz teát, meg én is termelek, ugye? Be kéne mennem ászamot. Itt nincs a termelőtartomány, wow! Várjunk, keresünk itt a termelőt, itt. Itt nincs te a termelő... Oh, ott van, oké. Okay. Csak vakoltam. Oké, okay, remélem nem kolbászol itt azért 5000 emberrel, mert akkor stack wipe-ol. Hát annyival lehet, hogy kolbászol. Szegény Inszeminek amúgy utolsó tartományait foglalják el éppen. Meg stack wipe-ol utána jönnek döntőketázni. Szerintem ki fognak külön békézni. Úristen, mit csinálsz? Szóban lázadás. The fuck? 15000-en van. 15000-en vannak csak. Kár, hogy nem tudok visszahajózni. Mm-hmm. Nézd, hogy mit csinálok. Területeket foglalok. Na jó, baj. De fucking hell. Nekem még 20k manpower kell, és föl lesz a maxon. Jaj. Én meghalt az egyetlen értékeltő tábornokom. Doktor Illatatavak, gyerünk! Too much occupation, no. Maximum occupation. Csikuzenbe viszont építhetnék egy várat. Igazából a Jiggy nincs erőt, szóval itt végig tudsz foglalni mindent. Csikuzenbe építek egy várat. És megépülés mennek és elfoglalják az Uchikami nincs benne helyőrség. Ők nem mehetnek átad elvileg, mert ott nem az a kultúra. Vagy ezt leszarják? Ez egy jó kérdés. Azt hiszem, ezek szeparatisták. Ja. Azért van két különböző lázadás, érted? Ja, de a szeparatisták néha eléggé humorosan viselkednek. Gyerünk, srácok! We will conquer the world! Nagyon ezzel viszont fölmegy a War Exhaustion, nem? Igen. Tehát nem számít, hogy város területet foglalsz, vagy nem. Igen, város területet. Igen, a megszállt development százalék számít. Az viszont jó, mert már 3,2-nál. De az 3,2. Csak szólj, hogyha elmegy onnan a serege. Ott van még a serege? Igen, még ott rohangászik. 10-valahány az ember eltűnt innen. Az nem jó. De lehet, hogy csak ott mindenkivel visszamegy. Mert azt nem látom már. Ott te többet látsz, ami azt illeti. Várj, akkor megnézem. Jó, hogy eddig oda van. Én 4800 embert látok csak itt. Sipsongbaninban van most jelenleg a 20-valahány ezer, és ez megy dél-kelet felé. Nem látsz át a Hösenvi határon túlra? Azt hiszem háborúban át kéne adniuk a teljes visönjüket, nem csak a saját területeiket. A saját területüket látom csak. Fura. Az össze nem így kéne, hogy működjön. Na mindegy, akkor ennyit látsz, mint én. 10-valahány ezer emberre volt, ami nincs ott már. Nem tudom, hogy meghaltak-e, vagy elfogyott-e rá a pénze, vagy valami ilyes. Elfogyott a pénze, azért minek ugyan? Hát tényleg mennyi ember itt van a szerepére? Tényleg kíváncsi vagyok, hogy állunk egyébként a lónak terén. 44 ezer. Már 31 ezer mercenary van. Mi a terén? Lónak. Kölcsönök. Az infláció erre általában egy egész jó indikátor. Enemies, oké, okay, ez senki. És kérdez csak egy olyat, hogy... Én vagyok a Mogulz. Bocs, hogy ennyiszer megállítom, csak... A mingek 1% infláció környékén lebelnek, ami azt jelenti, hogy nem vettek fel túl sok kölcsönt. Nem tudom, hogy van-e külön egy kölcsön overview más országokra, azt hiszem nincs. Ja, nincs. Na, én már ne tudjam ezt a kurva Tótungot, vagy mit elfoglalni. Kivonom a lovasságomat onnan. Nem akarom, hogy így surprise box szexeljenek engem. Oké. Okay. Egy jó kis faszalázadás kéne. Egy faszalázadás, a mingeket? Tudom, mit vagy? Kellett volna? Ja, igen. A bevétőkony pokolását. Az hülye voltam, mert ezt kigondoltam otthon, hogy random
Na, zsoldosokat kéne állomásoztatnom a területeiken, ne pofáz, és akkor beadná az eseményt, hogy Cruelty of Mercenaries, és az ad valami 10 unrest-e. Ja, azokra a területek, amiket már megszálltál. Most már akkor nem. Igen, de ugye nem használok zsoldost. De Drunkeló, hogyha te szállod meg, az épp olyan jó, nem? Aztán elindul éjszakra. Nem, mert akarom. Várj. Donkinben van 26 000 ember, akikkel éjszak felé megy. Jó van, én most már kivontam az embereimet, nem tud meglepni. És hát meg tud. Mindjárt beveszem azt a várat. Na, már indul nyugat felé, én mindig a Hessenwicket hajkulásza. Áh, itt van 16 000 ember! Free kill! Ja, csak nekem itt futkároznak ugye a szétszedett embereim. Hát igen. Már annyiszor megvertem ugye a Hessenwicket, hogy már csak egy warscore-od van. Megvan az új német-római császár, első Jörg! Ejha! Az osztrák megtámadták a franciákat, az bukják, és a csehek nekik mentek a vallásháborúra, azt is bukják. Akkor a Birodalom valószínűleg protestáns lesz, és Ausztria szétesik. Trunk el, az a nagy hírek! Hát vond összeseged és megy neki. Csak közben kész van egy kolóniám. Küldd át a másikba a kolonistádat, azt mondtad, hogy limit fölött vagy úgyis. Milyen másikba? Akkor már nem. Akkor küldd el valahova. Küldd el Észak-Tajvánba. Ott már van, nem? Nem, nincs. Úgy tűnik neki áll visszafoglalkatni a területeit, hülye. Le kéne erre csapni minél előbb, de azokat a siege-eket nem akarom, azt a siege, mert egyik 42% és jó, hozott még 2000-et. Azt fogja csinálni pedig. Nice. Ratongot bevettem. 27 000 emberre mélyen Hüszenvi tartalmányokban van, tehát ez egy ideig még nem fog bekavarni neked éjszakon. Nem gáz, hogyha csak izével a stromnak ágyuk? Hát de, mert ha megtámadja a seged, akkor szarba fog kerülni. De nem fogja, mert oda megyek és gyors lezúzom. De amúgy nem árt, hogy a csatában vannak ágyúid, mert csak azok tudnak támadni a második sorból, és ugye az EU-nének olyan a harcrendszere. Amilyen. Visszavonul. Vagy nem? Nem, átjön a folyón. Fasza. Akkor kiveszek 2 ágyút. Belőled vesz neki 2 ágyút. Nézzük. 18 000 emberre van. Furcsa, hogy ez megtámad, fuck. Hogy betűnik. És nincs ott az emberem. De várjál, beleteszem ebbe a sebebe. Na, csata lesz. Kár, hogy farmlands. Nem baj. Hát, de aztán mindenkit elindítottam. 8000 meg 18000 megy oda, szóval 8000-re lesz több emberem, meg van generálom kívülteresen. Jop. Ja, és ez csak zsoldos, ezek csak gyalogosok. És ez mind zsoldos. Nice. Akkor, 8000 meghalt. Ja. Vagy az elmédnek lenne gazdasága, akkor ez most nagyon zavarná. Vajon meddig, hova vonul vissza Nanjingba? Felesed ugye, de a mongol szeparatisták az északi megszállásaidnál. Ezzel fölment a warscore-od, mert a Hüszenvi tartományon már nincsenek benne a háborúba. Igen, tudom. De ez nem elég ahhoz, hogy elköveteljem azért Pekinget. Vagy? Megnézem. Hát ne követeld reflexből Pekinget, mert nem fogod tudni integrálni. Nem ezért, várjál, oda kígyózzak a part mentén? Ne, nem fogod tudni integrálni, Drunkeló. A Pekinget nem tudom követelni, ez túl sok warscore, de Ningyuant, Shenyangot, Andongot és Yiremet már nem. Szerintem azt mind, ja, kicsit arra menj, amíg azt mind tudod. Amúgy mongol szeparatisták vannak az északi megszállásaidon, tehát majd fordulj egy kicsit. De azok meddig jöhetnek? Hol van a kultúra? A végtelenbe is tovább. Itt van mongol. De azt, amit én megszálltam, az nem mongolok. Egyébként. De a seregek mellett elég érdekesen szoktak viselkedni a szeparatisták. Van, hogy itt totál randomra belét kamikázéznak. Nálam már volt olyan, hogy Spanyolország voltam, és így baszk szeparatisták sián megtámadtak Aragóniában, mert ott voltam. Most viszont akkor idén a seregével. Kérdés, hogy meg tudom-e verni, hogyha idén a full power-ével. Hát, hogyha úgy látod, hogy nem, akkor abban a pillanatban békét kötsz. De szerintem addigra beveszed azt az erődet, mire ide ér.
Csampában fölpolgatáború van. Spammelnek itt. Blokkéd. National Arrest-et akarna adni. Csampában civil borral, faszomban csampa. Valahol a szigetekem. Azt hiszem. Vagy... Vagy Indokína? Vagy emlékeztem a szigetekem. Valahol van. Ah, itt van. Indokína. Ó, itt jön 10 000 emberrel, szerintem odaagrózok hozzá. 17 000 korcsin szeparatista megszállási zónádban. Oh fuck. Ezt a várat el kell megfoglalni. Hogyha megszállja a csendét, akkor nem tudod elkövetelni a békében. Nem is akarom. Ja, oké. Hát remélem nem tűnik fel hirtelen random semmiből az embere. Nincs a serege. Á, dehogy nem. Vajon előbb megverem őket? Szerintem igen. Ja, azt előbb megverem. Ongoing battle alatt úgy csak ad békét. Na, most kösd békét vele szerintem. Stack wipe. El tudok menekülni? Várj még a békével 5 napot, mert akkor lehet, hogy beszed az erődöt. 35% esély van rá. Azt tudom. Hova menjek, üljek? Először Hulainba, aztán Kingzsuba, vagy egyszerűen Janzsuba? Szerintem egyszerűen Janzsuba. Nem, mert még tudod ezért tud változtatni. Destination. Hát, te tudod, én Janzsu felé mennék, és onnan éjszakra tovább. Meglátjuk. Persze nem fogom bevenni a várost már. Nope, de legalább Water Shortage-et dobtál. Lokkolt a mozgásra, tudsz menekülni tovább. Tudom, azt csinálom. Még egy ciklus szerintem ki tudsz hozni belőle, még mielőtt. Ott nem támadhat meg, ugye, mert ott majd mantle lesz. Jaj, ne erre menjünk. Megtámadhat, csak nem jó ötlet. De igen. Még egy 10 000 emberét megvertem. Nem, valamerre manőverezik. Megáll megszállni, szemolcsódik közben. Na mindegy. Ez a sereg az egész szép, ez nem csak gyalogságból van. Ó, oh, szép, oké, okay, kösd békét! Peking, esetleg valaki. Pekinget önmagába tudnám követelni. Ami nem lesz. Legutóbb ezt csináltad Bruneijen, emlékszel, mi lett belőle? És 800 pénze van. Nézzük mi, hogyha nem Pekinget követelem, hanem ezeket a kicsiket. A pénzzel együtt nem megy. Akkor ne követeled el az összes pénzét. Vagy követelj tőle 10%-ért jóvátételt. Mindenkinek azért van adóbevétel, amiből tudják fizetni. Jó, még lucánki szeparatisták is vannak a nyugati határukon. Tényleg most a szövetségesemtől vettek el bármit? Igen, egy valak földet. Amúgy ez a legjobb. Ilyenkor legalább nem mérgesek rám, hogy jön, nem adtál semmit. Ja. Elveszem Pekinget. Nem vedd el Pekinget! Megint az lesz Shenyang bőle, mint ami... Megint az lesz bőle, mint ami Brunei, mint ami Bruneijjel volt. Igen, volt. Hogy? Hát, hogy nem tudod megvédeni, mert fölázott 50 000 szeparatista, nem tudsz oda menni, megtámadják a minkek, besétálnak, nem tudsz oda menni, mert ott a Shenyangi vár. Ne Pekinget követeld! És hogyha követelném Heian-t, Wudinget, Kingzsut? Ezek hol vannak? Peking alatt. Miért ott akarsz követelni? Miért nem követelsz azt, miért nem mert azt a azt akarom, hogy rögtön vég tudjak... Várjál, hol vannak a várai? Itt a határon. Ja, legyenek határos területek, és akkor legalább a várak többségét lebonthatom. Nagyon jó lenne Pekinget elvenni. Mennyi development? Nézzük csak. Hajszal pontosan 33. 3,5 percig tudnál megtartani, mert ott föllázad a 80 000 zsoldos. Vagy lázadó. Zsoldosok lázadnak, ez jó durva. Hát igen, az emlék az ilyen. Jó, legyen egy következő háború, legalább hogyha ezeket veszem csak el. Akkor... Mi ez, hogy hozza ki az emlék? Mit akarok? Akkor nem tart sokáig a béke. Meddig tart a béke? 78-ig, 3 év. Oké, okay, jöhet, benne vagyok. És War Reparation az... Szerintem nem fogom tudni követelni. Az a baj, nem tudom mennyit a 10% of income 10 évig. Igen. Akkor nem követelem íremet. Írem az jó?
nem annyira. Puszta. Na, itt se akarja adni a Warwicker erősen. Jó, akkor követelek csak pénzt. Nem is követelsz területet? És így sok pénzt követeltek. Ez az, 300 pénz. Íremet nem követelem, de azon kívül minden. Aha. Minden, minden! Nek a paraszon nem fognak ez menni. Egy gyors háború volt. Ja. Viszont, én nem mondok, hogy már a köbben nyit fér bele. Ugye ez a témánat volna. Ez, hogy már az abban, hogy én nem mondom, hogy már a több is fért volna bele. És találkozunk a legközelebb, nincs helyem fölvenni, te szerencsétlen. Ez vagy már a csonkeló. Csonkeló. És találkozunk a legközelebb, amikor talán már én is tudok valamit csinálni, és nem 5 évig fogjuk nézni azt, hogy Trunkeló nem hajlandó gyorsítani a játékot. Addig is egy szandátásra. Bye.